Na, kidugta az orrát. Salamon napján visszatérhetett a Sóstó természetvédelmi területre Salamon a Sűn, miután egy kutyával való találkozás miatt néhány hétig a vadvédelmi központ munkatársainak segítségére szorult. Elképzelhető, hogy a Sűn is belekerül a most beszerzett vadkamerák egyikének látószögébe, bár a természet megfigyelése mellett a mobileszközök fő célja az illegális szemétlerakás és fakitermelés megelőzése. Ezzel meg lehet nézni. Emberek arcát. A város most 6 kamerát szerzett be, melyekkel az erdős területeket figyelik majd a városgondnokság szakemberei. Elsősorban az illegális hulladéklerakás, ami megszaporodott az elmúlt években, és szeretnénk ellene küzdeni, és ennek egyik része a megelőzés, és az pedig az, hogyha a lebukás veszélye az magasabb, már pedig, hogyha tudják azok, akik ilyenbe gondolkodnak, hogy lehet olyan kamera, amit ő nem vesz észre mondjuk egy ilyen területen, akkor talán kétszer is meggondolja, vagy háromszor is, és végül is úgy dönt, hogy mégse hozza az illegálisan lerakni a hulladékát, hanem elviszi oda, ahol ezt megteheti illegális formába. A kamerák mobilak és nagyon jól elrejthetők, ráadásul egy másik eszközzel folyamatosan figyelhető a kamerák által rögzített kép. A kamerák nagy látószögűek és nagy felbontású képet készítenek. Ezek amellett, hogy mobilak, olyan szinten is mobilak, hogy okos eszközzel össze vannak párosítva, tehát gyakorlatilag azonnal egy felhő alapú tároló egységbe juttatja az összes felvételt. Csete Gábor hozzátette, a természetvédelme érdekében a személyi jelenlétet is fokozzák az erdőkben. A városgondnokság minden rögzített szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúján mérlegelés nélkül rendőrségi feljelentést tesz.